Túl egy életmentő műtéten, hosszas kezeléseken Tahitót László egyre jobban érzi magát. A Kossuth és Jászai Mari díja színművész még januárban egy előadás közben lett rosszul, de szerencsére sikerült felépülnie. Vendégünk a stúdióban Tahitót László és felesége Káraszi Szilvia. Jó reggelt kíván! Jó reggelt! Jó reggelt! Megbeszéltük, hogy tegeződünk, és ezt nagyon szépen köszönjük. Szervusztok! Hát nektek lesz nehezebb felém tegezni. Nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés, és egy picit megmondom őszintén, könnyebbség. Tehát valahogy igen. Ez úgy, igen, mert azt gondolom, hogy az meg egész ország szeret téged, és képernyő keresztül mi mindig tegezünk téged, elárulom igen. Neked. Tehát, hogy ez így sokkal könnyebb így élőben is, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Hogy vagy? Most, igen. Köszönöm szépen, jól, és hát először is köszönjük szépen, hogy gondoltatok ránk, és meghívtatok ide. Másodszor csókoltatom az orvosaimat, ápolóimat, és nem utolsó sorban hát a feleségem, Káraszi Szilvia, és őrző angyalom, aki éjjel-nappal velem volt, és visszahozott, hogy itt lehessek most veletek. Ez a világ legjobb dolga, amiről most beszéltél, hogyha van egy ilyen. Igen. Hogy élted meg, Szilvi? Hát nagyon, nehéz volt? Hát nem volt könnyű. Igen, nehéz időszak volt. De tényleg én is úgy próbáltam mindig regenerálódni, sokat aludni, hiszen egyedül kellett mindent csinálnom, és nekünk nincs gyermekünk, nincs olyan, aki segített volna ebben, úgyhogy az nem volt egyszerű, mert mindent egyedül csinálni azért az ember próbáló volt, de hát az eredményítő mellettem, úgyhogy amikor az eredmény korra... csodálatos. Az eredmény csodálatos. Csodálatosan nézek. Maga az eset ugye egy előadás közben történt, tehát a stroke, ami ugye értéget, ha valaki esetleg nem értesült róla még újságból, ez egy előadás közben volt. Igen. Ezt te hogy tudtad ott végigélni és végigcsinálni az előadást, ha jók az információim? Tulajdonképpen az történt velem, ami a színészek és nyilvános szereplők rémálma, hogy hirtelen elsötétül a világ, elfelejt mindent, elkezd az ember össze-vissza beszélni, nem tudja kontrollálni magát. Úgyhogy szegény kollégáimra vagyok rászorulva, hogy segítsenek. Segítettek is, emlékszem, az előadás vége volt, ez a Hattyú dal című előadás a József Attila Színházban, ami az egyik kedvenc szerepem volt, és szerepem máig, mert miattam most levették a műsorról, de még mindig velem hirdetik, úgyhogy amint lehet visszatérek, és csinálom tovább, csak az kell egy kis bátorság, hogy újra azon a színpadon játsszak, és mondjam azt a szöveget, amikor ez történt velem. Akkor egy pillanatig sem fordult meg a fejedbe, hogy abba hagyod, és akkor inkább lemegy az előadás nélküled? Valahogy ez az előadás vége felé volt, amikor van egy ilyen nagy monológium, egy ilyen nagy áriám, közben ilyen énekes prózát is mondok, még szegény cipőnek a költeményét, ami gyönyörű, mert a Republik együttes zenéjével játsszuk, és éneklek benne 10 Republik számot, és ez a Hattyúdal, nem tudom, a filmet ismeritek-e, a Páger Antal játszott a tambúrás szerepét. Én azt ismerem, igen, az előadás nem, de a filmet igen. Igen. Abszolút főszerep, és még ez volt igazában hátra, és valahogy, úgy, mint egy automata, mint egy robot, mondtam valamit, csináltam valamit, neked a koreográfiát. Tehát, hogy se kép, se hang, tehát igazából, mint egy gép tovább csináltad a dallamot, úgyhogy a való kívül voltál? Ugyanazt, igen, és azt a dallamot megcsináltam körülbelül, amit kellett, és akkor befejeztem az előadást. És aztán jött a taps, és mondta, látták, hogy hát itten elég nagy baj van a kollégáim, és a Nemcsák Karcsi, aki szintén játszik a darabban, ő mondta, hogy ne gyere tapsra.
Azt mondom, és óriási siker szokott lenni, mondom, dehogy nem megyek, arra megyek. És úgyhogy emlékszem, hogy erőszakoskodtam, hogy a tapsra meghajolni még bemegyek a színpadra. Fantasztikus. És aztán hívták a mentőt, és nagyon sokat segítettek. Szilvi, és te azonnal értesültél? Erről? Igen. Hívtak rögtön a színházból. És rohantál, gondolom. Igen, hát rohantam persze, úgyhogy rögtön ott voltam a sürgősségi osztályon, és hát akkor elindult ez a kálvária sajnos, de hát most már túl vagyunk. Mi a helyzet most? Pihenő időszak, gondolom, még azért nem hajtod. Igen, de megmondom őszintén, van bennem egy ilyen fajta szívóság, amit a sportból örököltem, mert egész életemben sportoltam, és hogy egy meccset nem lehet feladni, harcolni kell. Teniszeztem, a Művész SK-nak a elnöke voltam 25 évig, volt egy versenycsapatunk, és rajta voltam a magyar tenisz ranglistán is egy ideig, úgyhogy a sport bennem van, és ez a küzdelem, és az, hogy nem lehet semmi bajom, nincs olyan, hogy feladom. Ha sérülésem van, az sportsérülésnek fogom fel, nem egy öregedésnek betudható baj, vagy nem egy gyengeség miatt, hanem mit tudom én. Volt egy csomó sportsérülésem előtte, de igazi betegségem ez volt csak. Váll izomszakadásom volt, térd sérülésem volt. Ilyenek voltak, mint sportsérülés. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy befáradtatok, ennyi időnk jutott, és ezt a kis sportsérülést azt kívánom neked, hogy minél előbb felejtsd el teljesen. Csak az maradjon, sportsérülés, semmi más. És minél előbb szeretnék látni a színpadon. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük.